Az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy idén álltunk már így egy másik jubileum kapcsán, amikor 10 éves lett a Phantom, most azonban a 700. előadás. Mit éreztek? A csodálatos érzés egy ilyen sorozatnak a részesévé válni, és ez a 10 év, ez remélem, hogy nyomokat hagyott az arcunkon, de ezt most nem mutathatjuk meg. Szerintem fantasztikus, és még egy 10-es benne van. Kérem, fogadjanak el tőlünk még kifejezetten erre a mai estére két különleges produkciót. Az első Kokas Katalin hegedűművészni fogja előadni. Hangomjának a nagy gala két balettművészt is megihletett, Bajáni Leventét és Sopron Nakamurát, akik az Operaház balettművészei. Nagyon örültem a meghívásnak, mert amikor a tanár úr felhívott, hiszen szívesen veszünk részt ilyesmiben, mert ez azért elég nagy dolog szerintem, hogy 200 előadást megér egy ilyen produkció, és én is többször láttam különben korábban. Ez a darab nagyon misztikus, titokzatos helynek mutatja be az operaházat. A ti operaházatok is ilyen? Mindenképpen. Tehát én most már 17. szezonomat töltöm, de még mindig vannak olyan helységek a házban, ahol még én sem jártam, ami kicsit ilyen titokzatosnak számít, de mindenképpen van egy varázsa. És a Phantom népszerűsége töretlen még mindig. Ez így is marad vélhetően a következő 10-20 évben? A Phantom egy csodálatos darab. Tényleg annyi katarzis van benne, annyi szenvedély, annyi igazi, olyan jó dolgokból van, és az embereknek a titkos rétegébe is, a titkos álmaiba is valahogy belenyúl, és úgy belefigyel. Úgyhogy nagyon sok oka van a Phantom sikerének, de biztos, hogy egy egészen különlegesen rétegzett darab, a musicalek esetében nagyon ritka az ilyen. Az éj zenéjét ugye hárman énekeltük felosztva, utána átvette Csengusz a darab folyamán a temetőtől pedig én fejeztem be. És az előadás bizonyos pontjain egymással is találkoztatok. Gondolom azt élvezitek a legjobban, nem? Hát egészen különleges alkalmak ezek, amikor valóban egy darabban ott vagyunk egymás mellett, és a közönség is értékelte, úgy érzem. Tehát, hogy három Phantom, két Krisztin, három Raúl, elképesztő. Tehát ez egy nagyon nagy dobás. És jó a csapat, meg szeretjük egymást, az is fontos, hogy nem úgy megyünk a színpadra, hogy na, most ott van a másik is, nincs kedvem eljátszani. Ez borzalmas lenne. Hanem tényleg mindenki jó barát, és nagyon szeretjük egymást.